az is probléma, hogyha nem eszünk változatosan. Vajon mit jelent ez, hogy nem eszünk változatosan? Hogy mindig ugyanazt teszünk. Illetve ha nem eszünk zöldséget, teljes értékű gabonát, gyümölcsöket a szükséges mennyiségben. Bonyhádon a Széchenyi Általános Iskolában a gyerekek az egészséghét programjai után ezt már álmukból felébresztve is tudják. Most az iskolai védőnő tart előadást a megfelelő táplálkozási szokásokról a tanulóknak. Az egészséghétnek az iskolában már több éves hagyománya van. Elindítója Szabóné Bőte Ilona, pedagógus. Nagyon fontos és nagyon szeretik a gyerekek az egészséges ételeknek a készítését, tehát a szendvics készítő versenyt, a gyümölcssaláta készítést, mézkóstolásunk az épp a mai nap folyamán lesz. Ostyalapokra csorgatva kóstolják a gyerekek a galagonya, repce, hárs, vegyes és akácmézet. Az aulában nagy a tolongás a mézes edények körül. Az egészséghét keretében rajzpályázatot is hirdettek, de volt szendvicskészítő verseny, gyümölcslékóstolás és reggeli torna is a tanulóknak szóló előadások mellett. Szabóné Bőte Ilona hangsúlyozta, a szülőktől nagyon sok támogatást kapnak. Az egészséghetet a tervek szerint jövőre is megrendezik az iskolában.